Csomartányi Zsolt, pedig elvégzi a feladatát. Koron pedig útjára indul. Raymond. Szépen tovább tett Korong. De középre gól. Megcsinálja a figurát a Gyergyó. Mince Péter nagyon nagy formában az utóbbi három mérkőzésen. A GHK csatára. Kontra a másik oldalon. A csapattárs hátam mögé megy a Korong. Egy jó indítás, Tranka. Tranka helyzetben, Tranka. Gól. 2-0. Kihasználja a szólót. Tranka Daniel. Most már kettővel megy a Gyergyó. Ez is nagyon veszélyes volt. Megint Messi Kamen volt a kivitelező. Sándor Székely. Szépen középre. Gól. Szigeti a gólszerző. Átcsúszott ott Kovács alatt. Mellett, majd meglátjuk a lassításból. Minden esetre a Gyergyó harmadik gólját Szigeti Ákos jegyzi. Minden esetre teljesen beszorítják a vendégcsapatot. Szilvesztra, jó passz, gól. Brenz Orbán lövi meg a negyediket. 7 perccel az első harmad vége előtt. Immár 4-0-ra vezet a GHK. Szilvesztra. Jól érkezett Orbán. Ez pedig egy 2-1. Na lássuk a másik oldalon. Helyzet! Gól! Erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy sokáig nincsen dolga egy kapusnak, akkor rögtön az első szituációnál valószínűleg meglepik. Gyorsan sporiznak ki Orbánék Szilvesztre. Marad a Korong, és gól. Sárpátki Tamás volt ott a kapu előtt, és át csorog. Ebben a harmadban is szerez legalább egy gólt a Gyergyó. Sárpátki a gólszerző. Mince. Raymond. Mince rúgja tovább. Újabb lövés, nem csorog át a kapuson. Nem sikerül beütni. Raymond, gól. Bobby Raymond szerzi meg első gyergyói gólját, és első gólját egyébként. A Gyergyó színeiben 6-1-re módosul az eredmény. Összességében azt hiszem, hogy tekintve a körülményeket tisztességesen helytált a Dunaújváros. Oda tették magukat. Niko Eronen tanítványai, többek között a fiatalok is, tehát ez a legfontosabb szempont, azt hiszem, hogy Újvárosban, hogy ezek a srácok, akik többnyire ráccsal játszanak, megkapják ilyen iramos mérkőzésen is a lehetőséget.